Az elmúlt hetekben egyre jobban elvérgesedett a viszony a SpaceX és a Szövetségi Légügyi Hatóság, vagyis az FAA között, amihez persze több másik szervezet is hozzájárult. Nyilatkozatok, közlemények, üzengetések után már ott tartunk, hogy a SpaceX beisperelte az FAA-t a túlzott bürokratikus folyamatok és papírmunka miatt. De vajon igazuk van? Vagy jogos-e a mostanában kiadott büntetések miatti felháborodás? És a Starliner-t akkor miért nem bünteti az FAA a legutóbbi kudarcos küldetése miatt? Ebben a videóban ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. SpaceX és a hatóságok, kinek van igaza? A SpaceX augusztus közepén beadott egy a legutóbbi Flight 4, vagyis a negyedik tesztrepüléshez képest több jelentős változtatást tartalmazó engedélykérelmi dokumentumot az FAA-nek. Pár héttel később meg azt hangoztatták, hogy a két fokozat, azaz a Booster 12 és a Ship 30 már készen állnak a repülésre. Azt viszont nem tették hozzá, hogy a Flight 5 során tervezett első fokozat elkapáshoz bizony jócskán meg kellett erősíteni az elkapókarokat, amivel akkor még bőven nem voltak készen. A helyzet érdekessége, hogy a SpaceX az említett prototípusokat akár ma is indíthatná, ha a Flight 4-el megegyező repülési profilt akarnának teljesíteni. Ugyanis a júniusi repülés előtt olyan repülési engedélyt kaptak a légügyi hivataltól, ami lehetővé teszi több indítás végrehajtását újabb és újabb engedélyek megszerzése nélkül mindaddig, amíg a Starshipben, a repülési profilban vagy a fokozatokkal végrehajtott műveletekben nincs jelentős változtatás. Az augusztus közepén leadott tervek azonban a Booster 12 elkapási tervével jócskán módosítják a júniusi paramétereket, így lényegében saját magát hátráltatja a SpaceX azzal, hogy ekkorát szeretne előrelépni. A cég nemrégiben hosszan taglalta a weboldalán, hogy milyen jelentős célokat értek el, mennyire figyelnek a hatóságokkal való együttműködésre, na meg, hogy a Starshipet repülésre szánták. Tudjátok, mint a nótában. Hát akkor reptessék, nem igaz? Mert ugyan reptethetnék, mégsem teszik, mert ragaszkodnak az új tervekhez. Sőt, akár a Booster 13, Ship 31 párost is nem sokkal később indíthatnák, hiszen azok sem térnek el jelentősen a jelenleg érvényes engedély paramétereitől. Az, hogy az X-en a nagy nyilvánosság előtt jelentik be, hogy a Flight 5 során a Booster 12 elkapására készülnek, még önmagában nem igazán jelent semmilyen hivatalos engedélykérelmet. Az FAA-nek pedig egyáltalán nem kötelessége úgy tekinteni egy közösségi média bejegyzést, mintha az engedélykérelem lenne. Főleg, mert nem az. Az engedélykérelemnek megvan a maga formalitása, hivatalos módja, és csak ezután kell elkezdeniük a felülvizsgálatot a művelet biztonságos mi voltát illetően. Fontos kiemelni, hogy amíg nincsenek rendelkezésre álló adatok, a hatóságok nem tudják elkezdeni az engedélyeztetési eljárást. A cég viszont a weboldalon közített hosszas magyarázathoz szintén épp csak a lényeget nem tette hozzá, azokat a tényeket és adatokat, amelyek alátámasztják, hogy a tervek biztonságosak és alig módosultak a korábbi tervhez képest. Ennek ellenére hetek óta kritizálják a hatóságot a túl lassú eljárás miatt. Két triviálisnak tűnő problémát is említ az FAA, ezek a hot staging ring, vagy a két fokozatot összekötő gyűrű, egy gyűrű mind fölött, és a hangrobbanás. Előbbi, vagyis az összekötő gyűrű leválás utáni irányíthatatlan visszatérése, addig nyilvánosan eddig nem ismert helyszínre történő visszazuhanása lehet a gond. Valószínűleg nem okozna semmilyen vagyoni vagy fizikai kárt a részegység, de az FAA feladata az, hogy megfelelően körüljárja a kérdést a rendelkezésre álló információk alapján és tényszerű adatokra alapozva döntsön. És hát a SpaceX sem rukkolt még elő semmilyen bizonyítékkal arra vonatkozólag, hogy szerintük miért is triviális az FAA kukacoskodása, így sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk, melyik félnek van igaza. Továbbá az eredeti Flight 5, és valószínűleg innentől kezdve az összes első fokozat okozta a hangrobbanást, eddig csak a partoktól távoli landolásokkal kapcsolatban vizsgálta a hatóság. És ugyan valószínűleg nem lesz gond belőle az elkapás során sem, ezt is megfelelő kivizsgálásra rendelte a hatóság. Igen, azt mi is elismerjük, hogy az FAA malmai, hát finoman szólva is, elég lassan őrölnek. De valóban a SpaceX ellen dolgozik az FAA.
Érdemes tenni egy, vagyis inkább két kitérőt, a következő események ugyanis jól mutatják majd, hogy látszólag tényleg csak szivatni tudja-e a hatóság a SpaceX-et, vagy aktívan próbálnak a céggel együttműködni. A nyár folyamán két alkalommal is balesetet szenvedett a Falcon 9 flotta egy-egy tagja. Az első alkalommal egy második fokozat hajtóműve hibásodott meg, és ezért veszett oda a teljes fokozat, a második esetben pedig a leszállás során borult az óceánba a Recorder B1062 első fokozat a túlságosan erőteljes földetérés miatt. Az első esetben 2 hét, a második esetben pedig kevesebb mint 3 nap alatt újra engedélyezte az FAA a Falconok repülését, tehát nem mondható, hogy csak ültek volna a kezükön hónapokig. Sőt, a SpaceX tevékenységei az FAA teljes kapacitásának 80%-át foglalják le. Ez a SpaceX indítások számát tekintve szerintem egyáltalán nem meglepő. Na jól van, de akkor miért bünteti szénné mostanában a SpaceX-et az FAA? Mint kiderült, a SpaceX úgy használta 2023. júliusa óta a Starbase jelenleg üzemelő indítóállásának vízelárasztásos rendszerét, hogy a texasi hatóságok nem adták ki a megfelelő engedélyt hozzá. Itt kicsit ködös a dolog, nem tudjuk, hogy a SpaceX nem is adta be a dokumentumokat, vagy beadta, de hiányosan. Az viszont egészen biztos, hogy az első 3500 dolláros bírság csak jelzésértékű volt feléjük. Pár hónappal később érkezett egy újabb, több mint 143.000 dolláros büntetés az Environmental Protection Agency-től, vagy röviden EPA-től, mondván a vízelárasztásos rendszer túl nagy mennyiségű ipari szennyvizet juttatott a környező, mocsaras területre, ami megterhelte az amúgy is eléggé vizenyős talajt. Másrészt a Booster Heat 2022. júliusi félre sikerült tesztje során túl gyorsan engedték le az oxigén tartályt, emiatt hirtelen nagy mennyiségű, alacsony hőmérsékletű oxigén jutott a szabadba. Ami talán az egyetlen pozitívum a fenti büntetések után, hogy most már legalább beadásra került az elárasztásos rendszer engedélyeztetési kérelme. Egy harmadik, 633.000 dolláros büntetés már jóval nagyobb jelentőséggel bír, hiszen ott a Falcon flotta két indítása során is vétett a SpaceX. Egyik esetben egy még működési engedély nélküli tartályparkot használtak a Falcon Heavy 2023. július 28-i startja során, másik alkalommal pedig egy T-2 órakkal kötelező mehet-nem-mehet döntési procedúrát mulasztottak el az FAA szerint. A SpaceX persze arra hivatkozott, hogy nem jelentett veszélyt a tartálypark, de vajon hogy működne a világ, ha mindenki a kincstári optimizmus alapján kezdene használni ipari rendszereket a megfelelő engedélyek nélkül? Számunkra kicsit úgy tűnik, hogy a SpaceX nem tudja vagy nem akarja tudni, hogyan zajlik egy ilyen procedúra, és kicsit a saját játékszabályaik szerint akarnának játszani. Teljesen nyilvánvalóvá kezd válni, hogy a jelenlegi engedélyeztetési és szabályozási eljárásrendszer egyre inkább nem kompatibilis a SpaceX féle indítási gyakoriság és fejlesztési módozat irányvonalával. A cég és a hatóságok között egyre több a súrlódás, és bizonyos szempontból ez már az amerikai nemzeti érdekekre is súlyos hatást kezd gyakorolni. A SpaceX megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen az amerikai űripar számára. Ugyanakkor a SpaceX akkora óriássá kezd válni, nem csak az amerikai, de a globális piacon is, hogy a vezetők egyre gyakrabban ignorálják az érvényben lévő szabályrendszereket, engedélyeztetési folyamatokat. Még ha sokszor igazuk is van, milyen világ lenne az, ahol a cégek vélt vagy valós, önös érdekeik alapján bármikor semmibe vehetnék az éppen érvényes szabályokat? Hogy egy iparág szabályozása változzon, azt nem feltétlenül közösségi média platformokon és blogokban tett bejegyzéseken keresztül lehet elérni. A SpaceX a napokban már a kongresszusnak is elküldött egy 4 oldalas levelet, arra kérve a törvényhozást, fontolják meg az engedélyeztetési eljárások megreformálását a gyorsabb, átláthatóbb és racionálisabb lebonyolítás végett. Úgy gondoljuk, ez a megfelelő formája annak, hogy a cég tényleg változást érjen el azokon a területeken, melyek egyszerűen nem felelnek meg napjaink követelményeinek, mert egy már letűnt kor szellemében fogantak. Mielőtt folytatnánk,
Szeretnék megköszönni, hogy még mindig itt vagy velünk, és nézed a videót. Ha tetszik, amit látsz, mindenképpen nyomd meg a like gombot, iratkozz fel, legyél te is csatornatag, vagy hívd meg minket a Patreonon egy kávéra. De ne is húzzuk tovább, folytassuk a videót. Ha a SpaceX-el ezt csinálja az FAA, akkor a Starliner miatt miért nem büntetik a Boeingot? Teljesen jogos felvetés, sokan említettétek kommentben vagy az adásaink alatt élő chatben. Nos, a helyzet kicsit összetett, de megpróbáljuk nagyon leegyszerűsítve elmagyarázni, miért nem fogja megbüntetni a Boeingot az FAA. Először is a Starliner egy űrhajó, a Falcon 9 és a Starship pedig egy rakéta, az utóbbi rakéta és egyben űrhajó is. A rakétaindításokat nem az FAA engedélyezi és felügyeli kizárólagosan. Ezt megosztva teszi a NASA-val és a Védelmi Minisztériummal, de nem egyszerre, hanem vannak küldetések, melyeket az FAA és vannak, amiket a NASA felügyel, na meg persze vannak olyan küldetések is, melyeket a Védelmi Minisztérium, és éppen az adott szervezet felelőssége, hogy minden a biztonsági előírásoknak megfelelően történjen. A leírásban találtok egy linket, ami az FAA oldalára mutat. Ezen a linken az összes indítást megtaláljátok 1989 és 2024 között, melyet az FAA felügyelt. Itt van például az Inspiration 4. Vagy a Crew 7 küldetés. Azt mondja, hogy nézzük. Itt van a listában vajon a SpaceX Demo 1 küldetése. Tudjátok, amikor első alkalommal indult Crew Dragon az ISS-re. Nincs a listában. Mi a fene? De úgy látom, vannak visszatérések is. Lássuk, azt mondja, hogy Starliner van a listában? Nincs. Polaris Dawn? Polaris Dawn? Igen, itt van. Na jó, akkor ezt én most nem értem. Most akkor teljesen össze-vissza módon döntik el, mikor melyik indítás kiengedélyez és felügyel? Első ránézésre ez lehetne a szitu, de nem erről van szó. Sokszor a NASA bizonyos küldetésekkel és programokkal kapcsolatban már egészen a korai szakaszban jelzi a Védelmi Minisztérium felé, hogy ezekért bizony ők szeretnék a felelősséget vállalni. A NASA kereskedelmi programjának egyik célja az volt, hogy miután a járműveket az arra kijelölt cégek kifejlesztették és sikeresen demonstrálták, képesek biztonságosan lebonyolítani a rájuk bízott küldetéseket, akkor onnantól kezdve az FAA bonyolítja ezeket a küldetéseket. Magyarul a fejlesztési és tesztelési fázis alatt a NASA irányítása alatt álltak a Crew Dragon és a Starliner űrhajók. A Crew Dragon Demo 1 személyzet nélküli és a Demo 2 személyzetes tesztküldetései sikerrel zárultak, ezért a Crew 1 küldetést már az FAA vezényelte le, és azóta is teszi ezt minden Crew Dragon-t érintő küldetéssel, beleértve az Inspiration 4, Polaris Dawn és az Axiom küldetéseket is. A szomorú helyzet viszont az, hogy a Starliner demonstrációs küldetései még nem igazán győzték meg a NASA-t, hogy a jármű képes a rábízott feladat hiba nélküli elvégzésére. A legutóbbi CFT küldetés pedig nagyon nem úgy sikerült, ahogy azt remélték, tehát a Starliner még mindig nem ugrotta meg azt a mércét, amit a NASA elvár, így továbbra sem az FAA hatásköre, emiatt pedig büntetést sem szabhat ki rá. Az persze egy másik kérdés, hogy a NASA hogyan fogja ezt lemeccselni a Boeinggal. Elég nagy büntetés a cég számára, hogy a csúszások miatt az eddig felmerült több mint 1,6 milliárd dollárt nekik kellett saját zsebből állniuk. És a sikertelen CFT küldetés után ez az összeg várhatóan tovább fog emelkedni. Szóval a SpaceX-et ért 633 ezer dolláros büntetés például láthatóan eltörpül a Boeing saját maga okozta veszteséghez képest. És akkor mi a konklúzió? Nehéz igazságot tenni a SpaceX és az FAA most már pereskedésig fajuló ügye fölött, hiszen mindkét félnek igaza van. A SpaceX-nek abban mindenképpen, hogy Amerika nemzeti érdeke a vezető szerep fenntartása, és ehhez ők a legnagyobb mértékben próbálnak hozzájárulni. Ugyanakkor a hatóságok szempontja is érthető, akik csak kapott adatok, tények alapján tudják elvégezni az adott területen az engedélyek kiadását. Bármennyire is drukkolunk a SpaceX-nek, nekik is a szabályok betartása mellett kell érvényesülniük, továbbá a közösségi platformokon folytatott álmokfutás helyett a megfelelő szerveknél lobbizni az érdekük érvényesítése mellett. Az eset kirobbanása óta szerencsére több politikus is megszólalt az ügyben a SpaceX mellett,
szintén a reformokat sürgetve. Reméljük sikerült megfelelő mértékben összefoglalni, mi a fene is történik most a SpaceX és az FAA között. Ha tetszett a videó, semmiképpen ne felejtsd el megsemmisíteni a like gombot, iratkozz fel, legyél te is csatornatag, vagy hívd meg minket a Patreonon egy kávéra. Hajrá Team Space, hajrá Space Junkie!